Kiskun vármegye iskola rendőreinek tartotta a konferenciát Kecskeméten, akiket dr. Bujás Zsolt, Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya köszöntött. Bács-Kiskun vármegyének 100 településén, 169 intézményében 114 iskolarendőr látja el a feladatát. Most mindannyian itt vagyunk, mindannyian tudunk találkozni, tudunk tapasztalatokat cserélni, tudunk beszélgetni egymással, amellett, hogy ugye szakmai előadásokat, bemutatórákat látunk és hallunk. Amikor kihívnak minket, mint iskolarendőröket az iskolába, akkor a legtöbb esetben probléma szokott lenni. A legtöbb probléma pedig akár bűnmegelőzés, akár balesetmegelőzés témakörben merül föl. Nagyon-nagyon sláger téma az internet használat mostanában, de közlekedéssel kapcsolatban is nagyon sok kérdés merül föl. Sajnos nem tudunk közlekedni. A mai konferenciának az anyagát úgy állítottuk össze, hogy mind bűnmegelőzési, mind pedig balesetmegelőzési témakörben kapjanak információkat a kollégáink. Hivatalosan azt kell tenni az iskola rendőrének, hogy órákat tartani, mikor a pedagógusokkal egyeztetünk, kimegyünk, kresszoktatástól kezdve kerékpáros akadálypályákat szoktunk, valamint az iskola vezetőséggel ugye olyan jó kapcsolatot kialakítani, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki, hogyha bármi gond van bármelyik gyermekkel, vagy bármilyen olyan, amiben a hatóság tud segíteni, akkor tanácsot adni. Volt olyan, mikor az iskolába ugye elcsatangolt egy gyermek, akkor azonnal az iskola vezetőség engem hívott, és akkor ugye azonnal én tudtam intézkedni és segíteni, vagy kérni a segítséget a kollégáktól, hogy azonnal keressük elő a gyermeket, mert az iskolának van ugye felelőssége. Igaz kis település vagyunk, olyan vagyunk, mint egy család szinte. Ugye én is ott nevelkedtem Ágos Egyházán, ugye abban a helyi iskolába tanultam, és úgymond szívügyemnek tekintem, úgymond ezt a lehetőséget. Nyáron szoktunk táborokat is szervezni a gyerekeknek, abban is ugye részt szoktam venni, mint iskola rendőr. Ott is van nekik ugye balesetmegelőzés, bűnmegelőzés, kutyás rendőröket szoktunk hívni, hogy ugye ismerkedjenek az első segélynyújtással, illetve a kutyákkal is tudjanak barátkozni. Mi nagyon jó iskola vagyunk ott. Sok probléma nincs, persze történik ilyen alapvető kis problémák, úgy mint most is legutoljára egy hatodik osztályos kislány ugye az internet áldozatává esett, ugye ott egy idegen férfi ugye ráírt, és ugye a szülő ugye a segítségemet kérte, és akkor így lett ugye nekik előadást tartva, meg ugye próbáljuk kideríteni ugye a jó ember létét, hogy ki is lehet. Ennek a program után ez a legfontosabb eleme, hogy közelebb kerülünk a gyerekekhez, és kicsit pozitívabb benyomást tudunk kelteni. Emellett ugye ugyanúgy, mint mindenhol folynak oktatások mindenféle témába, közlekedés, balesetmegelőzés, internet, kábítószer, ugye jön a nyárak a nyárveszélyeivel kapcsolatosan, nagyon sok ilyen táborba megyünk el, ugye Baja az egy vízi város, és ott nagyon fontos az, hogy elmondjuk a gyerekeknek mindig azt, hogy mit is tegyenek, hogy menjenek bele a vízbe, mire figyeljenek a nyáron. A legnagyobb probléma az internet használat és azok a kapcsolatos veszélyek. Tehát én úgy veszem észre, hogy most ez az igazi probléma. A gyerekek ugye beleszülettek ebbe az internet világába, de igazából senki sem tanította meg őket használni, hogy mire figyeljenek, mik a veszélyei. És a jelenlegi órák nagy részét ugye ebbe a témakörbe tartjuk, mert hogy erre van igény, a pedagógusok hívnak, hogy ez a probléma, hogy kitesznek ilyen-olyan fényképeket, ilyen-olyan megjegyzéseket tesznek, és ezt helyre kell tenni, mert a gyerek még azt se tudja, hogy ezzel mit követelt. Nem gondolja, hogy bűncselekmény, azt hiszi, hogy diákcsíny, tehát most szórakozunk ebben, és akkor azért megdöbbenés van ezzel, amikor ezt ugye elmondjuk, meg vannak különböző oktatófilmek is levetítjük, tehát látszik, hogy szembesül ezzel a gyerek, és talán nem is gondolja, hogy mi az, amit tesz.